A helyzet tehát úgy áll, hogy bár kommunikációs szinten ma már szinte minden uniós politikai vezető hangsúlyozza a külső határok ellenőrzésének a fontosságát, a valóságban azonban a visszaállítás érdekében tett lépések nem hozták meg a várt eredményt, és nem valósultak meg. Ezt mi nagyon sajnáljuk, mert fontos gazdasági érdekünk, hogy az áruk szabad áramlása biztosított legyen, hiszen a Schengeni Egyezménynek épp ez az értelme, hogy külső határt szigorúan őrizzük, és cserébe viszont belső határellenőrzés nincs. Állampolgárainknak is fontos érdeke, hogy ellenőrzés nélkül juthassanak el Európai Unió más tagállamaiba. Határőrizet prognózisa az, nem látunk olyan okot, amelyik a közeli jövőben a migrációs mozgás csökkenését eredményezné. Azok az erőfeszítések, amelyek megkezdődtek a külső határőrizetbe, itt elsősorban a balkáni útvonal lezárására gondolok, és azok a tárgyalások, amelyet a nagy kibocsátó országokkal folytatunk, és a visszatelepítésekkel kapcsolatos elgondolások is, azt jelzik, hogy valamilyen megoldás keresése zajlik az unió szintjén. Valóságosan azonban arra kell számítanunk, hogy a tiltott határátlépések folytatódóak lesznek, úgy az Olaszország felé irányuló tengeri útvonalon, mint pedig a Törökország felől Európa felé a balkáni útvonalon történő mozgásra gondolok.